Minskben rendezik idén a gyorsasági kajakkenu korosztályos világbajnokságot. A július 28-án kezdődő eseményre 10 győri sportoló is sikeresen kvalifikált. A legtöbb számban Homonai Luca indulhat, aki így megvédheti címeit, hiszen a tavalyi világbajnoki cím után ismét ő állhat rajta az egyesben 200 és 500 méteren Fehér Oroszországban. A Grabovlasz Győr kajakosa természetesen a négyfős csapathajóban is érdekelt lesz a hosszabb távon, így nem meglepő, hogy edzője Kadler Viktor is utazik. Az IFIK csapathajójában remekül teljesített Erdősi Csaba, négyesük mind a két válogatót megnyerte 1000 méteren, így nem volt kérdéses az indulásuk, ugyanilyen remek teljesítmény nyújtott Krasznai Péter és Takács Mihály párosa is, így 5 jelenlegi olimpiai számon is lesz majd győri versenyző. Szabados Krisztián tanítványi közül utóbbi az 500 méteren érdekelt a négyes hajóban is, ahol ott lesz csapattársa Hajnal Jenő is. Az 23-as korosztályban a női kenusok révén ad 3 versenyzőt a Grabovlasz Győr, 500 méteren Lakatos Zsanett, 200 méteren Devecserén Takás Kincső indulhat, a rövidebb távon pedig párost is rendeznek, itt Kincső társa Balla Virág lesz, ismét együtt harcolták ki a részvétel jogát. Az 500 kenu 4-esbe két győri is bekerült, Balla Levente és Varga Patrik, így Szabados Krisztiánnak nem kevesebb, mint 7 versenyző is rajtoz áll. Természetesen ő is elutazott a Fehér Orosz fővárosba. Az előfutamok csütörtökön kezdődnek, a döntőket szombaton és vasárnap rendezik.